vagy ilyen tudatos? Hát ezt persze visszatekintve tudatosabban látom ezt az utat, de akkor is éreztem azt, hogy nem véletlenül változik 2-3 évente körülöttem a helyzet, nem véletlenül kerülök más helyre 2-3 évente. Ez azért most egy ilyen 6-7 éves periódusra változott, ami lassul egy kicsit, ami egyébként az élet más területein is jellemző rám, a változás és az új ingerek keresése, és valószínűleg ezért van ez a szakmai téren is, úgyhogy ennek köszönhető, hogy én ennek tudom be elsősorban, hogy most nyáron jött ez a váltás, hogy a sporttelevízióval az M4 Sporthoz szerződtem. Azt egy kicsit megszenvedted, nem ott volt? Ami egyébként az élet más területein is jellemző rám a változás. Olyat már ugye hallottunk, hát főleg régebben, hogy átigazolt egy focista a klubtól B-ig, és akkor a B-ben nem játszhatott A ellen az egy meccsen. Igen, szokták mondani, hogy jó kipróbálni a sportolók életét, jó pályára lépni, asztalítani, szerezni, futballozni, vagy bárni a telefont, hogy vajon akkor minden rendben lesz ezzel a történet. Balatoni nyaralóban, mert így történt, ülni és várni a telefont, hogy vajon akkor minden rendben lesz ezzel a történettel. A Sport TV-ben volt egy tisztességes szerződésem, amiben bozültem. Azt egy kicsit megszenvedted, nem? Ott volt 3 hónap, vagy mennyi szilencium, amíg nem vezetettél? Volt ilyen, igen. Most már októbertől a Google összefoglalókat is tudom csinálni. Ugye, ugye hallottunk, hát főleg régebben, hogy átigazolt egy focista a klubtól B-ig, és akkor a B-ben... ...keresése, és valószínűleg ezért van ez a szakmai téren is, úgyhogy ennek köszönhető, hogy én ennek tudom be elsősorban, hogy most nyáron jött ez a váltás, hogy a sporttelevízióval az M4 Sporthoz szerződtem. Azt egy kicsit megszenvedtem, nem? Ott volt 3 hónap, vagy mennyi szilencium, amíg nem vezetettél gólt? Volt ilyen mindennek. Nagyon sokáig voltam egyfajta útkeresésben a média területén. És ezt persze visszatekintve tudatosabban látom az utat, de akkor is éreztem azt, hogy nem véletlenül változik 2-3 évente körülöttem. Ez azért most egy ilyen 6-7 éves periódusra változott. Ami egyébként az élet más területein is jellemnek köszönhető, hogy én ennek tudom be elsősorban, hogy most nyáron jött ez a váltás, hogy a sporttelevízióval az M4-s voltak bizonyos pontok, amiben meg kellett egyezni a két cégnek. Ennek a részleteiben nem szeretném belemenni, de valóban ennek volt köszönhető az, hogy októberig a szívemnek oly kedves gól összefoglaló műsort nem vezettem, viszont most Lipcsei Bettával egészült ki, de volt még egy pár lehetőséget kaptunk. Ennek nyilván volt valami fajta ára ellenoldala az esetben, hogyha mert említetted a Danubius kapcsán a precizitást és a kedvességet, oldottságot. Tehát ez a fajta iskola számomra ott a Vesztel Pressnél kezdődött el. Ott mindenért ki lehetett próbálni, és így lett egy picit összetettebb személyiség szerintem azokból, akik ott erre lehetőséget kaptak. Hogyha körülnézünk a médiában, nagyon sok ilyen kollégával találkozhatunk. Ugye mondjuk Lós Pistottabbá váltak ebben az új környezetben, egy picit bátrabbá váltak azzal, hogy én miért szólt magunk megnyugtatására is hoztuk ezt a szabályt, mert így legalább nem minden másodpercben rontunk el valami technikai szempontból. Tehát ilyen körben nézegetitek. Bizony, igen, az olyai tanuljása. És én úgy érzem egyébként, hogy azok a kollégák, akiket korábban talán jogosan, vagy talán néha jogtalanul is egy picit merevséggel vádoltak, ők is egy picit oldott,
picit boldogabbá váltak ebben az új környezetben, egy picit bátrabbá. Féltáblára, cégtáblára, kifelelők is vagy, jó Freud, de sokat számít. Jó, egy Szújó Zolina nem kellett oldottabbnak lenni, mert megbördült, hogy már szépében Londonban. Előre már le voltak téve az aknák jelenteni, hogy kik robbanhatnak egy ilyen emlékkort, és ezt az irányvonalat szerette volna Zoli erősíteni, és valóban az Andi is már az első napon most még oldottabbá és mosolygósabbá tudott válni. Érdekes ezzel vitatkoznék, mert nincs jogom, de pénz. Mutattuk meg szerintem minden oldalat és minden csínyát, bínyát, mert a szakértők nem használják ki az összes lehetőséget. Még igen, tehát azért ott van 4 plazma tévé, tehát hogyha majd egy komolyabb világeseményt közvetít az M4 Sport, akkor itt azért nagyon sok. Tudatosan beszéltünk arról eleinte, hogy ugye amelyek arról szólnak, hogy milyen nyelvhelyességi hibákat védünk folyamatosan, és mindent egyesére meg kell válaszolni. Nem lehet, mert a magyarban nincs kettős tagadás, és azt csinálja, hogy jól csinálja. Tessék, igen. Vagy hibázott, vagy elvégette. Igen, a rendszeres hibám a 8 óra magasságában jelentkezik. És mondja Bencid is. Az mennyire volt már a te korodban, mostán egy hónapja egy konferencián volt szerencsém megismerkedni az iskoládnak. Szakra, mert igen, ez egy visszatérés volt, mert nem csak azért, mert kiválasztott és mert olyan fiatalon, hanem mert nem sportot sem csinálnék, szórakoztató műsorokat, meglátjuk, hogy mire lesz lehetőség. Amikor a Zoli megkeres a csapatában dolgozni, és egy csomó minden megadatik majd, ami mondjuk lehet, hogy a korábbi helyen nem, ugye, mondjuk amikor a közművelési osztályon dolgoztam, akkor éreztem ezt a fajta különbséget, hogy vannak a sportosok és vannak a többiek. De egyébként szerintem ez az újságíró társadalmon belül is egy jól külön választható történet. Szórakoztató műsorokat meglátjuk, hogy mire lesz lehetőség. Amikor a Zoli megkeresett, Bobecki Zoli, akkor az én szemem előtt az is lebegett, hogy nagyon nagy megtiszteltetés az M4 Sport csapatában dolgozni, és egy csomó minden megadatik majd, ami mondjuk lehet, hogy előnyéből adódóan mondjuk az olimpiáról, az Európa-bajnokságról, világbajnokságról beszélek, nem adat, akkor az én szemem előtt az is lebegett, hogy nagyon nagy megtiszteltetés az M4 Sport csapatában dolgozni, és egy csomó minden megadatik majd, ami mondjuk lehet, hogy a korábbi helyen nem ugye, szolgálti tévé helyzeti előnyéből adódó, nem.